Ez azt hiszem Murphy törvénye. Egész ideig csak a madárcsicsergést lehetett hallani, nekiálltam volna felvenni egy videót erről a kis fügéről, erre a szomszéd rákezdett fűrészelni. Ettől függetlenül lehet, hogy így is meg fogom tudni csinálni a videót, csak egy kicsit közelebb jövök a mikrofonhoz, és talán nem lesz olyan zavaró a háttérzaj. Szóval itt van ez a füge, ami az első évét egész remekül átvészelte itt a birtokon, sőt még azt is mondanám, hogy egy kicsit fel tudta idézni magában, hogy milyen lehet az otthona a Mediterráneum, mert hogy itt aztán tényleg nem kapott egy csepp esőt sem nyáron, és tűzött rá a nap ezerrel, úgyhogy egészen otthon érezhette magát. Igen, nem csak, hogy jön a hideg idő, és azt azért érdemes tudni, hogy a füge elterjedési területének elég erősen az északi szegélyén vagyunk. Az igazán nagy mínuszokat könnyen megsínylhetik ezek a fák, főleg, hogyha fiatalok, úgyhogy célszerű ilyenkor gondoskodni a téli takarásukról. És ehhez kapcsolódik egy nézői kérdés, Dóra küldte nekem ezt a képet. Azt mondta, hogy ebben a szerkezetben egy váza érkezett hozzájuk, és ő látta meg ebben a lehetőséget, hogy egy pont ugyanilyen fügét télire hogyan tudnának jól befóliázni. Azért mondom, hogy pont ugyanilyen füge, mert hogy tőlem kapták ennek az ikertestvére lényegében, úgyhogy nagyon hasonló adottságokkal rendelkezik a két fa. Viszont én erre azt írtam neki, hogy... Amúgy a fügéhez fóliatakarás helyett jobb mondjuk lombbal kitömni, vagy valami ilyesmi, mármint azt a keretet. A fólia könnyen túlmelegítheti egy téli napos nappal, elindul a netkeringés, éjjel meg jönnek rá a mínuszok, aztán szevasz. Dóra erre azt írta, hogy most szivatsz, ugye? Én meg fapufával visszaírtam, hogy nem. Nagyon nehéz egy általános receptet adni, hogy télire milyen növényt hogyan érdemes védeni, de azt azért érdemes figyelembe venni, hogy milyen igényei vannak az adott növénynek, és mi az, amivel szemben télen védeni kell. Vannak olyanok, amik egész jól bírják a mínuszokat, de mondjuk a hónyomásnak nagyon-nagyon nehezen tudnak ellenállni, azokat azért célszerű összekötögetni, meg leporolni róluk a havat időnként, hogy le ne törje az ágait. Vannak olyan növények, amik a hideget nem bírják, például a füge, viszont felvetődik ez a fólia kérdés, amiről a legtöbb embernek valószínűleg az jut eszébe, hogy hát a fólia az, ami alatt termesztjük az érzékeny kis növényeinket, hogy télen is legyen paradicsom, meg paprika, meg uborka, meg mindenféle ilyesmi. Igen, nem csak, hogy egy ilyen kis légterű, fűtetlen fólia sátor, az tényleg semmi más nem csinál, mint amikor tűz rá a nap, akkor felmelegszik odabenn a levegő, viszont nincsen nagy hőkapacitása, nagyon könnyen le is tud hűlni, tehát mihelyt lenyugodott a nap, azonnal lehűl, és ez problémákat okozhat. Különösen akkor, amikor már érkezik a tavasz, eleve elkezdene ébredezni mondjuk a fügefánk, túl korán úgy érzi, hogy itt az idő ideje kihajtani, aztán jönnek a mínuszok és rájön, hogy ez nagyon nem volt egy jó stratégia. Szóval a legjobb az, hogyha a tövét kupacoljuk fel a fügének, hogy ott azon a részen próbáljuk meg védeni a nagyon komoly fagyoktól, mert hogy ha ezek a felső hajtásrészek vissza is fagynának, hát azokat max visszametszük tavasszal, aztán újra ki fog hajtani, azért annyira nem egy igényes növényről van szó. Kereskedelmi forgalomban lehet kapni mindenféle olyan csili-vili textiliákat, meg szöveteket, amik védhetik a növényeinket a téli hideg elől, viszont mivel ennek az adásnak nincsen ilyen szponzora, meg egyébként is fogalmam sincs, hogy miért adnánk ki ilyenre pénzt, amikor a természet maga is előállít ilyen anyagokat, amik tök jól tudják védeni a növényeket, ingyen, lebontható formában, és ráadásul még az előállításukhoz, a szállításukhoz és a kereskedelmükhöz sem volt szükség semmilyen fosszilis energiahordozónak a használatára. Akár levágott fűvel, lombokkal, vagy hasonlókkal is meg lehet oldani ezt a problémát. Egyébként a javaslatomra hasonlóan járt el Dóra férje Csaba is, aki aztán ezt a képet küldte nekem. Hát tény, hogy az ő színes lombjuk most sokkal jobban néz ki, mint az én csofat levágott szénem, de hát a célnak ez is tökéletesen megfelel. Van még egy ilyen fagyérzékeny növényem, egy golgota virág a kerítésnek a környékén, azzal ugyanezt a játékot fogom mindjárt eljátszani, a tövét jó alaposan betakargatom, a felső része az meg fagyjon le nyugodtan, majd tavasszal úgy is kihajt. De ha már a hideg elleni védelem szóba jött, akkor most influencerkedjetek ti is nekem egy kicsit, ugyanis szükségem lenne egy új
téli jackire, amiben tudok ideként dolgozni. Régen mindig ilyen levedlett régi síjackiket, meg hasonlókat használtam, viszont mostanra már azok is teljesen szertefosztottak, úgyhogy úgy döntöttem, hogy beruházok egy jobb minőségű munkás jackibe. Viszont javasoljatok nekem nyugodtan márkákat, ami nektek bejött esetleg. A szempontrendszer az gondolom adott, védjen a hideg ellen, legyen strapabíró, és lehessen benne könnyen mozogni, láncfűrészezni a bozótot odafenn, hogy visszaadhassam ezt a hangzavart a szomszédoknak, és az se baj, hogyha nem horribilis az ára. Na jó van, lassan lemegy a nap, úgyhogy megyek is, betakargatom a Golgota virágot. Ha van kérdésetek kerttel kapcsolatban, amiben tudok válaszolni, segíteni, írjátok meg. Sziasztok!